Sziasztok! Köszöntel titeket a csatornámon! Mi emberek, az összes ember, rendelkezünk egy nagyon érdekes jelenséggel, tulajdonsággal. Mégpedig ez az, hogy mindannyiunknak van valami problémája. Akár lelki, akár mentális, akár testi egészségügyi, akár van másokkal való viszonyból származó probléma, de mindenkinek van valami olyan az életében, amit dolgozhatna, amit meg kellene oldani, amit rendbe kéne tenni, ami nincs úgy jól, ami nem egészséges, ha így folyik tovább. Ha így, ez tovább is ott van jelen az életében, és mondjuk nem kezd vele semmit, akkor főleg. És akkor jönni szoktak ezek a reakciók, hogy majd én megoldom. Én ezt egyedül úgy is képes ezt megoldani. Nem kell nekem segítség, se könyv, se videó, se szakember, se barátok, se család, se semmi. Ezt majd én magamban egyedül megoldom, majd nem lesz itt gond. Tudom a megoldást. És akkor felmerül a kérdés, hogy az az adott helyzet, probléma, elakadás, az mióta van jelen? Hónapok? Évek? Akár évtizedek óta jelen van? És igaz, utána is jön ez a mondat, hogy majd én megoldom, én meg tudom oldani. Ha ennyire ott van ez a probléma, akkor nem. Nem tudod megoldani. Vagy meg tudod, csak még nem találtad meg a megoldást, mert szükséged van mondjuk egy külső lökésre. Valakihez fordulnod kell, aki tud neked segíteni abba, hogy meg tud oldani. Vagy fordulnod kell valakihez, aki meg fogja tudni neked oldani azt a problémát. Aki hatékonyan tud neked segíteni abba, hogy megold. De ez egy kicsit ki kell nyílni. Ehhez egy kicsit körül kell nézni, hogy igen, basszus, én ezt nem tudom egyedül megoldani. Akkor fordulok egy szakemberhez. Vagy az is, hogy elmész egy masszázsra, és akkor bejön egy ötlet. Elmész a masszázsra, amit fölold benned. És abból jön, vagy csak egy ilyen jóval nagyobb probléma kerekedett valamiből, ami jóval kisebb eredetű. És ott rögtön megoldódik. Vagy elmész egy coachhoz, egy pszichológushoz, egy kineziológushoz. Egyesek jó sokhoz fordulnak, hogy megpróbálják megoldani a problémáikat, a kérdéseikre választ kapjanak. Amivel szintén nincsen gond. Hogy gondolja valaki, hogy jós fog neki segíteni, akkor forduljon egy jóshoz. De legalább már fordult valakihez. Már fordult valakihez, akitől elfogadta a segítséget. Rendben, pénzért cserébe. De akkor is megkeresett valakit, fölvette vele a kapcsolatot, megbeszélt vele időpontot, fölöltözött, elment és hozzáfordult. Mert rájött, hogy egy olyan helyzetben van, ami már túlnőtt rajta, amit ő egyedül nem tud megoldani. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy nyitottak legyünk arra, hogy segítséget kérjünk. Segítséget kérjünk egy szakembertől, vagy barátoktól, családtagoktól, hogyha úgy gondoljuk, hogy ők tudnak segíteni. Vagy lehet, hogy pusztán az, hogyha megnyílunk nekik, és elmondjuk, hogy mi a problémánk, mi van az elménkben, a lelkünkben, a testünkben, az életünkben, akkor pusztán az, hogy meghallgatnak minket. Lehet, hogy rá tudnak világítani valamire, ami aztán megoldás lesz. Ne félj segítséget kérni. És bejön megint az egy ilyen általánosabb elterjedt fogalom, hogy nem kérek segítséget, mert jaj, akkor a másiknak a terhére leszek. Erről majd külön akarok csinálni egy videót, ebben a mások terhére vagyok gondolatkörről. De a lényeg az, hogyha jól értem egy probléma, és még mindig azt hiszed, hogy meg tudod oldani, rá kell jönnöd, hogy mégsem tudod megoldani. És ilyenkor érdemes mondjuk egy szakemberhez fordulni, segítségért, támogatásért. Rengeteg lehetőség van, rengeteg megoldás és módszer van arra, hogy eljuss a megoldásaidhoz, hogy felold a blokkjaidat, hogy kiteljesedhess, hogy egészséges legyél testben, lélekben és elmében egyaránt. De ha bezársz, nem fogod meglátni ezeket a lehetőségeket. Akkor ott lesznek, csak te nem fogod látni. De ha kicsit is nyílsz, megoldás, megoldás, lehetőség, opció, minden ott van. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót. Ha tetszett, ne felejtsd el lájkolni, iratkozz fel a csatornára, hogy több videót is megnézhess, kattints rá a csengőjelzésre, hogy azonnal kapj értesítést, amint egy új videót feltöltök. Ha van bármi kérdésed, észrevételed, az oszd meg velem kommentben, az OmniSelf-et pedig megtalálod a Facebookon,
és az Instagramon.